A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Egy olyan fotósnak, aki azt szeretné, hogy képei egyszeri, felejthetetlen pillanatokat örökítsenek meg az utókor számára, alázattal, szorgalommal, nyitottsággal és kíváncsisággal kell rendelkeznie. Nagy Botond ilyen fontos. A képkockák iránti érdeklődése Nagy Szebenben egy kiállításon bontakozott ki több mint 10 évvel ezelőtt. A ma már elismert művész előbb természetfotózással kezdte, majd figyelme átfordult az emberekre. A marosvásárhelyi Marx József Fotóklub és a Magyar Fotóművészek Világszövetsége tagjaként elkötelezetten dokumentálja a helyi székely kisebbség mindennapjait, az alázattal elvégzett nehéz munkát, a vallásos és egyéb szokásokat. Képei által betekintést nyújt a már-már eltűnő félben lévő népi mesterségekbe, a változatos szokásvilágba Kalotaszektől Székelyföldön keresztül a moldvai csángókig. Ma az ő hivatására irányítjuk a mi kameránkat, tartsanak velünk! Hogy kezdődött a fotózás? Ugye, mint mindenki, én is fiatal koromban kirándultam, hegyeket jártam, és ha már annyi szép helyen megfordultam, akkor kerestem, hogy a dokumentáim és az egész, tehát fényképeim legyenek. És lassan-lassan kezdtem érezni, ez ugye az én világom, ez úgy tetszik, boldogságot okoz, amikor egy szép pillanatot el tudok kapni. De akkor még mindig csak hobbifotós voltam, és még akkor is az utam elején. És a sógorom is fényképezett, ő akkor már jóval előbbre járt, fotótáborokon vett részt, ilyen hagyományőrző fotótáborokon, meg kiállításokon is versenyeztette a képeit. És akkor még Nagyszebenben éltem, amikor a sógorom Nagyszebenben nyert egy versenyen, és a kiállítás megnyitóra, a diátadóra eljött, és hát ugye én akkor voltam a házigazda, elkísértem, város néztünk, minden, egy nagyon szép patinás helyen, Szebennek a főterén volt, és olyan csodálva álltam előtt, hogy ez igen, milyen jó szintre eljutott, milyen szép helyen kiállít. Na és akkor ezt így már említettem többször, és érdekesség, hogy a legelső fiápos díjam az nekem is pont Nagyszebenben volt, rá egy olyan 3 évre. Tehát nagyjából akkor kaptam el azt a dolgot, hogy hát ez jó lenne a hobbiból egy kicsit profi irányába elbillenteni. Na de milyen volt ez az első pár év? Ha azt mondanám, hogy simán ment volna, az biztos, hogy hazugság lenne. Autodidakta módon kezdtem tanulni, ami azt jelenti, hogy többnyire a saját hibáimból, meg ugye az internetről, különböző oktatóvideók. Talán nem is a fényképezés volt a nehezebb, hogy megtanuljam, hanem az, hogy az emberekhez hogy közelítsek. Ha a természetfotónál maradunk, akkor a kudarc az garantált, mert a természetfotózásnál nagyon-nagyon sok függ a szerencsémtől. Tehát ha kinézek mondjuk egy fajt, akkor én először fel kell kutassam, hogy hol él az a faj. Sokszor elmegyek, keresem, nem találom, vagy megtalálom, de nagy a távolság. Tehát ebbe a kudarc nagyon sokáig benne van. De talán pont az erősít, hogy
Bár kudarc, de mindig egy kicsi lépéssel közelebb vagyok a Tehát nem célomhoz. vette el a kedvedet sose Nem, az első nem, pár nem, nem. évben, hogy nem tudom. Sőt, így abszolút motivált engem, hogy éreztem, hogy már közeledik az a valami, vagy már mintha a képhez közelednék, de ugye még van egy kicsi technikai probléma, még van egy távolság, még észrevett a madár, jobban kéne álcázzam magam. És így ez lépésről lépésre haladott, míg ugye eljutottam oda, hogy már sikerült, ha madárról beszélünk, olyan közelségbe kerülni, hogy az a fénykép már úgy igazán művészi szemmel nézve is értelmezhető legyen. Miért pont madarak? Mert szépek, mert színesek, mert különleges életmóduk van, és mindig is közel álltak hozzám. Inkább az volt fontos, hogy megismerjem a madaraknak a viselkedését. Mert ha igazán ismerem őket, akkor talán egy lépéssel előttük járok. Tehát tudom, hogy ha mondjuk én most egy mozdulatot tettem, vagy még közeledtem hozzá, és már a riasztó hangot hallom, akkor tudom, hogy oké, akkor most vissza kell venni, egy kicsit nem mozogni, egy kicsit hátralépni kettőt, és nem elkergetni. Tehát minden állat szerető ember úgy áll hozzá, hogy azt a fajt ne zavarjam, és csak annyi fér bele, amennyi a madárnak belefér. Tehát nekem nagyon sok ötletem lenne, hogy az oduba is kamerát tenni, meg a madár hátára felkötni, de ezt ő, ha nem akarja, akkor én nem tehetem meg. Tehát ez egy nagyon fontos szempont. Szabadságon vagyok, akkor egy egész napot el tudok tölteni. Akkor a figyelmeztetés az, amikor már fejem fáj, mert nem ittam, vagy nem ettem, olyankor tényleg el tudok feledkezni. Mivel a legszebb fények azok reggel vagy este vannak, így egyértelmű, hogy abban az időszakban szoktam kimenni, és talán olyankor aktívabbak is a madarak. Könnyebb-e vagy nehezebb-e a természetfotózás, az állatvilág, mondjuk az emberek világa? Ez szerintem minden fotósnál más, mert valójában egyénfüggő. Tehát ez attól függ, hogy én, mint ember, mondjuk mennyire vagyok türelmes. Mert ha egy nagyon türelmes ember vagyok, akkor a természetfotózás az az én világom. Elbújok a lesbe, várok akár órákat, ha van türelmem, kivárom, a madár megjött, az eset megtörténik. Ha mondjuk türelmetlenebb lennék, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy ez nem az én világom, ez nem nekem tetszik. Ugye a másik vonal, ha mondjuk embereket, falvak világát, portrét fotózom, akkor viszont az fontos, hogy mennyire vagy kommunikatív, mennyire tudsz idegenekkel szóba állni, mert lehet, hogy én egy türelmes ember vagyok, aki a madarat megvárom, de egy emberhez nem tudok hozzászólni, vagy nem kapom meg a közös hangot. Úgyhogy ezért mondom, hogy nekem mind a kettő fekszik, mert szerencsére türelmes vagyok, és így szeretek emberekkel beszélgetni, meg az élettörténetüket végighallgatni. Első pár év után azért a figyelmed az emberek fele irányult, a székelyfalvak, a csángók világa. Miért? Hát ez szerintem nagyon egyszerű, ezt a hazaszeretetbe kell keresni. Én is magam székelynek tartom, itt Vásárhelyen is, mert a szüleim ugye deményháziak, nyárán mente. Tehát egy székely családba valahol értelemszerű is volt, hogy akkor a székelység fele nyitok egyből. És ez a váltás a madarak emberek közt, ez úgy alakult ki, hogy
Egy adott pillanatban már időszűkében voltam, mert a madárfotózásnak megvannak azok a bizonyos időszakok, amikor azt tudom csinálni. Fészkelés előtt, amíg kirepülnek a fiókák. Tehát ott jól behatározható időpontok vannak, és az embereket megtalálom. Bármikor időm van, a faluba egyet sétálok, biztos kerül valami jó téma. Az emberek, a portrék, annak is nagyon mély üzenete tud lenni, és így ez a kettő azt hozta, hogy lassan most már inkább a portré, inkább az emberfotózás, a falvak, és mikor van egy pici idő, akkor a madarakat is meglátogatom. Aztán ez összekapcsolódott Gombosi Bea, budapesti néprajzos munkájával. Egy kicsit erről a kapcsolatról, ennek a kapcsolat kialakulásáról és a magáról a munka folyamatról mesélni. Igen. Hát a maga a kapcsolat kialakulása az teljesen a véletlen műve. 2-3 évvel ezelőtt a gyímesekben voltam húsvétkor. Az volt a terv, hogy nagypéntektől egész a vedres locsolásig ott maradok. És a házigazdám, ahol laktam, oda jött Bea is. Ő a tojásírást kutatta. És akkor a házigazdánk egyből fogott az alkalmat, és azt mondta, hogy milyen jó, hogy hasonló az érdeklődés, nem kell ő vigye be át, ugye, nem kell segítsen neki, hanem megkér engem, hogy vigyem magammal. Tehát ilyen szempontból véletlen volt teljesen a találkozás, de úgy első alkalomból észrevevődött, hogy úgy megvan köztünk az, ami a barátsághoz kell, hasonló érdeklődés, és nagyon-nagyon ki tudjuk egészíteni egymást. Tehát maga a munka folyamata, hogy most már ketten vissza-vissza járunk, ez olyan szempontból nagyon jó, hogy ő az embereket szóval tartja, érdeklődik, különböző dolgokat megtud, és én ugye a fényképezéssel foglalkozom. De attól függetlenül azért füleim nincsenek becsukva, és nagyon-nagyon sok érdekes dolgot hallok én is, tudok meg általa. Mitől jó egy portré? Mindenféleképpen annak a fényképnek egy üzenete kell legyen. Tehát én, ha megcsinálok egy fényképet, és az kikerül a látogatók elé, ha a látogató nem áll meg, még csak nem is lassít a kép mellett, és tovább sétált, akkor az egyértelmű, ez nem egy jól sikerült fénykép. Ha annak a fényképnek egy üzenete van, az megfogja a látogatót, megáll, és elgondolkodik mellette. Na, ez már, ha megtörténik, akkor én bátran kijelenthetem, hogy már egy jó fényképről beszélünk. Ha most már pontosabban le akarom bontani, mondjuk olyan, ami egy kicsit a néprajzot, a kultúrát viszi be, akkor megint csak más dolgokra is oda kell figyelni, hogy a fénykép bár művészileg legyen tálalva, de mégis legyen annak olyan értéke, hogy valamit bemutatok vele, és az a szokás, az a tárgy, lehet, hogy a tárgyi kultúrából is, az viszont változatlan legyen, az autentikus legyen, és ebben az esetben akkor ugye egy dokumentarista fotónak is jó. Mennyire nehéz embereket fotózni? Az én stílusom egy vicc olyan, hogy hamarabb szóba állok. Tehát nem az, hogy nekifutok a kamerával és kezdem fényképezni, ő meg szegény azt se tudja, hogy most mi történik körülötte, hanem szóba állok vele, egy picit beszélgetünk, és mihelyt már van egy elképzelése, hogy ki vagyok én és mit akarok, akkor már lassan-lassan eljuthatok oda, hogy fényképezem. És ugye akkor már ő egyértelmű, hogy tudja, miről van szó, nincs egy feszélyezett helyzetben, tehát már egy picit el van lazulva, mert nem az van, hogy csak valaki egy valamilyen érdekes géppel felém emelt és valamit csinált. És onnan kezdve egy picit már másabb. És ameddig én társalgok, beszélgetek vele, addig mindig figyelek, hogy mi van abban a lakásban, mi van azon az udvaron, amit lefényképezhetnék, ami mondjuk másodlagosan is, de a képen megjelenhet, és mikor már a kapcsolat olyan szintre jut, hogy már úgy kicsit egy viccet is elsütök, azt nagyon gyakran szoktam, mert úgy vettem észre, hogy az nagyon-nagyon hamar oldja a kapcsolatot, és igen, azután jöhet az, amikor már fényképezem is. És ellátogattál nem is olyan rég, és Nepálban milyen élmény volt?
Egy évvel ezelőtt volt szerencsém, majdnem 3 hetet töltöttem Indiában és Nepálban. Hú, hát az nagyon más volt. Mindig így szoktam kezdeni, bárki megkérdezi ismerősöm, hogy meséljek róla, hogy minden, ami nálunk megszokott, az ott furcsa, és fordítva. Hát úgy adódott, hogy többnyire egy nagyvárosokban voltam fotózni. Így Delhiben, a fővárosukban, Kalkutában, Varanasiban, a Ganges parton. Tehát többnyire a street fotózást próbáltam, ott próbáltam ki magamat. Hát nagyon-nagyon furcsa volt azt a hatalmas nyüzsgést, azt a nagy tömeget. Kicsit úgy kiléptem én is a komfortzónámból, de szerintem egy meglehetősen izgalmas kirándulás volt, és maga a fotós anyag is egy egészen különleges anyag sikeredett. Miben volt más ott embereket fotózni, mint hogyha itt kimész egy székelyfaluba vagy egy csángó vidékre? Hát volt egy icipicike nyelvi akadály, de többnyire azért a fiatalok beszélnek angolul, úgyhogy nagyjából azért sikerült kommunikálni. Idősebbekkel előfordult, hogy ő a hindunak különböző nyelvét beszélte, amiket én viszont nem tudok, úgyhogy ott jelbeszédre folyamodtunk, meg valahogyan csak megértettük egymást. De attól eltekintve az alapok ugyanaz, ugyanúgy az emberekkel szóba állni, hamarabb egy kicsit tudatukra adni, hogy mit is csinálunk, miért vagyok itt. De ott sokszor azért pillanatfénykép is sikerült, és utólag lett elmesélve. Ami nagyon különleges volt számomra, azok a kulturális különbségek. Tehát, hogy egy kicsit belecsöppenni abba a világba. Ugye pláne Varanasiban, tehát ott a Ganges parton, ott minden az istenekről szól, minden a rituálékról szól. A reggeli nap úgy kell fel, hogy már a Gangártit járják, tehát ott vannak, tisztelegnek a víznek, napnak. Az este ugyanígy, és napközben is a rituálos mártózás a Gangesben. Úgyhogy az a város talán az volt a legizgalmasabb, oda bármikor vissza, mert az nagyon különleges. Mi volt a legmeghatározóbb élményed? Az a halott égetőben volt. Tudtam róla, hogy fogunk menni egy olyan helyre is, ahol hát ők közvetlen a holtakat égetik a Ganges parton, és arról nagyon sokat készültem, hogy az én felfogásomat egy picit átalakítsam arra, hogy egyáltalán meg tudjam érteni, hogy mi zajlik körülöttem, ugye ők a halálhoz teljesen másként állnak hozzá, és azt végigfotózni, tehát engedték, hogy ott közvetlen mellettük, a gyújtás pillanatától addig még a szerettük elég lefotózni, sőt, mi több meg is kértek arra, hogy egy csónakkal bemenjünk a Gangesre, és azt hiszem egy úriembernek a felesége volt elhunyva, és azt konkrétan bedobtuk a Gangesbe. Az olyan mély élmény volt, hogy egy pár napig azért úgy annak a hatása alatt voltam, és látni, hogy teljesen másként is hozzá lehet állni, akár még a halálhoz is, tehát nagyon különleges volt. Hova tervezel még menni külföldön? Indiában mindenféleképp visszatérnék, de ha nem is Indiába, közvetlen abban a zónába, Tibet, Mongólia vagy India, tehát ugye a magyar gyökereket is akár kutatván, mondhatom akár, hogy Kőrösi Csoma Sándor nyomán újra elindulni. Ez úgy mindig is motoszkált a fantáziámban, már akkor is, amikor még kisgyerekként édesapám mesélt Kőrösi Csoma Sándor életéről. Milyen célok és tervek vannak még? A legelsőbb, legkomolyabb terv az, hogy szeretnék egy kiadvány formában egy fotóalbumot kiadni a Moldvai és a Gyimesi csángók mindennapjairól. Itt még azt mondom, hogy mindennapjára, akkor tényleg mindennapjára gondolok, tehát ezért is megyek nagyon sokszor vissza, hogy a munkától elindulva az ünnepnapokat, a hétköznapokat, a karácsonyt, a húsvétot, tehát mindent magába foglaljak, és minél több faluba is eljussak, és akkor egy ilyen igazán kiteljesült anyag összegyűlne, akkor mindenféleképpen egy kiadványban gondolkodom. Mit érzel, amikor fotózol? Talán úgy mondhatnám, hogy beszippant a pillanat. Tehát jó volt ez a hasonlat is, hogy drog, ez szerencsére egy legális drog. Akár egy állatot, mikor fotózok, és egy olyan pillanatot tudok lefotózni, amikor akár emberi tulajdonságot látok benne, hogy törődés, etetés, gondoskodás. Vagy az embereknél, mikor embereket fotózok, egy olyan pillanat, egy olyan jelenetnek vagyok a tanúja, hogy tudom, hogy az már vagy ritkaság, vagy már lassan jóformán nincs is, akkor egy az egyben beszippant a pillanat, megfeledkezek mindenről,
néha még a gép beállításáról is, amit utólag bánom. De igen, tehát hogy nagyjából beszippant a pillanat. A műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.